In memóriám Mécsimre. Elhunyt Mécsimre. 90 éves volt. Mécsimrének 2006-ban megjelent egy kötete, Napirend után címmel. Ez a könyv Mécs az, az országgyűlésben napirend utáni felszólalásait tartalmazza. A napirend utáni felszólalásokat a parlamentben már kevés képviselő hallgatta meg, általában csak az elnök és a jegyző bóbiskolt az éjszakában nyúló parlamenti ülések után. De Mécsimre csak mondta és mondta közérdekű felszólalásait. A felszólalásokat Magyar Fruzsina szerkesztette egy kötetbe. A napirend után című könyv alcíme nem szűnt meg a szabadságharc november 4-e után. A kötet előszavát Eszterházi Péter írta 2006. szeptember 26-án. Most hallgassák meg Eszterházi Péter előszavát. Még mindig, ha leírható volna ilyen mondat, mondanám mécsimre, 1956 egyik hőse, de nem leírható csak így, mindazonáltal jelezni akarom a helyét legalább azt, hogy 56 olyasmi volt, amelynek vannak, lehetnek hősei. Ez 2006-ban nem magától értetődő, többnyire a hősiesség paródiáját látjuk csupán, média hősiességeket. Fontos, hogy kibeszélt, de ez a könyv nem Mécsimréről szól, ő csak tanú, hiteles tanú. 56 az, amit újra meg újra elveszítünk. Elveszítettük rögtön november 4-én, csak akkor nem teljesen, ezt épp az a könyv mutatja. Azonban bizonyosan elveszítettük 1958. június 16-án Nagy Imre kivégzésének napján. A Kádárkorszak épp az 56-ra vonatkozó amnézia évtizedei. Azt hihettük, hogy ez véget ért. De úgy látszott, hogy 1989. június 16-án végérvényesen megtaláltuk az elveszett forradalmat, úgy látszott azon a tüneményes délutánon, mintha a történelemnek volna önmagában is ereje, függetlenül annak értelmezésétől, és a felejtés ügyében övé a végső szó, nem a milyenké, hűtleneké. De ez sem így volt, Mára a fél, száz fél évszázados ünnepségekre ismét elvesztettük 56-ot. Csupán, mint pártpolitikai zsákmány érdekel bennünket. Igen, 1956 történelmünk egyik középpontja, de megint, mintha űr, lyuk volna a helyén, így formálódik önmaga ellentétébe, hiányába az 56-os lyukaszászló. Mindez ellen beszél ez a könyv. Nem lelkesít, nem buzdít, nem magyaráz, nem akar semmiről meggyőzni, csak mondja a magáét. A formát az országgyűlés házszabálya határozta meg. Mécs, mint képviselő, napirend utáni felszólalásként mondta el ezeket a szövegeket, ahogy az ülésvezető elnök időnként hangsúlyozta 5 perces időkeretben. A keletkezés ezen körülményeit talán nem tévedés tragikomikusnak minősíteni, mutatja tárgy és idő feszültségét. A kádárkorszak véres első évét mondja el ez a könyv a maga tárgyszerű halk módján, a botszúk és bátorságok, a megfélemlítések és a kitartások kilátástanuló hősies és egyre dermesztőbb idejét a félelem és a bátorság tényeit, a hűség, a hűség és az árulás tényeit, a megtöretés és a meg nem töretés idejét. Éltünk. Még mindig élünk. De még mindig élünk. Még élünk, de reményeink azonban egyre-egyre halványultak. Még élünk, még van gerincünk, még nem hajtja le mindenki a fejét, még keressük egymás tekintetét. Ilyen mondatfohászokkal fejeződik be az egyik másik szövegrész. Igen, ezt mi is megismételhetjük, még mindig élünk, és így tovább. Római Fürdő 2006. szeptember 23. Eszterházi Péter. Az In Memoriam, Mécs Imre című műsort, amelyet az Oltalom Rádió és a Civil Rádió közös műsoraként hallgathatnak, 2023. január 30-án, hétfőn 20 és 21 óra között hallgatható meg a Civil Rádióban. Az Oltalom Rádióban 2023 február 8-án, szerdán 10 és 11 óra között hallgathatják meg a műsort, melynek címe In Memoriam Mécsimre.